Élőben vagyunk, Petikém. Eldon is adta. Örülök neki. Most már mindenki hallja, amit mondasz. Jó van. Bényei Péter Miske, Kalocsai járás, Bács-Kiskun megye és Magyarország legjobb sportmasszér. Dél-Magyarország, Vajdaság és Kárpát-medence egyes részeinek. Most, hogy kiavítlak, bevallóban így van. Tehát ez a hivatalos. Ez van a bizonyítvány, ez van a lakcímkártyádra írva. Petikém, nagyon örülök, hogy eljöttél. Szerintem egy fél órája már mondod a történeteket. Azt gondolom, hogy körülbelül a 90%... Ne ismételd, szerintem a 90%-ában becsuktak volna minket. Jó, hát az benne van. Az első és legegyszerűbb kérdés, hogy lett a... Hány centi vagy? 167. A 167 centis kapusból, miskei kapusból, hogy lett egy gyúró? Jó, tudom, kapusként kezdtem másodosztályt. Igen, és akkor eltört a sajkacsontom, közvetlen bemonulásom előtt, ide szemelőbe igazoltam be, és úgy védtem vele még 10-11 hónapot. Hogy? Törött sajkacsonta, ez a csont eltört. Aztán... Ezt most azért mondod, hogy mindenki hallja, hogy milyen kemény vagy, mi? Nem vagyok kemény. Biciklivel állok, macskát tartok. Nem vagyok kemény. Nem vagy kemény? Nem. És... Hát tudom, örültem, hogy Kalocsára tudtam kerülni, minden nem... Kalocsán volt a katona. Persze, szomelőben, páncélosban, én tehát szomelőben játszottunk, és maradtam, tódozgattam, fúdozgattam, nem fájt ez annyira, hogy nem tudtam volna, de a lényeg az, hogy mivel orvoshoz kerültem, már egy zöld borsó nagyságú sziszta volt benne. És köszönöm, ott a sajkacson az egyik csont, ami legnehezebben fúr össze. Nekem nem sikerült, utána még 10 hónapig gipszben volt a kezem. Wow. Aztán levették, főszaladta a kilók, ez meg az. Akkor még egyszer megpróbáltam Miskén, lesztelen is után. Akkor súly probléma, nem ment, kezem is éreztem. Meg is jelentünk akkor Miskén a bajnokságon. Mert ugye Miske, ugye vannak olyanok, akik nem nézik, vagyis bocsánat, nem helyiek, vagy nagyon igen. Fiatalok. Miske az egy legendás csapat volt, igen. Egészen az NB2-ig jutott, igen. És a TS szponzorálta, volt egy legendás igen, ember, igen. Akit úgy hívtak, hogy Kockás. Igen, Kis János Kockás. Kockás, ő vitte a csapatot, igen. Először helyi emberekből, aztán utána... Igen. De azért környékbeliek voltak. Környékbeliek, persze. Tehát ugye akkor nem volt annyi sok légiós, de azért a... Azt mondja, hogy normális volt, hogy 3-4 vidéki környékbeli emberekből, emlékeztes csapatok. Ez azért az kellett hozzá. Meg az is kellett hozzá, mikor belefelé nyertünk NB3-ban bajnokságot. Na visszatérve az előbbi kérdésen, és a Domokos Anyu mondja nekem, beszélgetünk, hogy te. Hát mondom, abba hagyom, ne hagyd abba, menj egy gyúrónak. Hát mondom, figyelj, ez mindig így van, nehéz volt külföldre menni. Azt mondja, az első utazó, a buszsofőr után az mindig a cserekapus. Azért, mert ha lesin az első számú, akkor legyen kinek védeni. A második számú utazó az mindig a gyúró. Cippeni a szerkót, nem mindent. Ez szükség van rá. Így van. Tehát úgy mondtál, hogy mindig a gyúró a második számú utazó. És akkor úgy kezdődött az egész. És akkor lassan... ott a Miskei csapatnál gyúroskodtál? Igen, ott kezdtem, akkor ugye tanfolyam, Pestre, ez az amaz. És akkor így elkezdődött. Tehát képezted magad? Tehát persze. De ezt így magadtól jött, vagy csak mondta valaki, hogy menjél például már? Nagyon sokat segített, mikor 84-ben kint voltunk Lohovba, Miskével, egy ilyen hetes turnén, és ott a Toni Négenéni két napot el tudtam tölteni. Nem tudom, ki ő a Bayern München volt a masszőre és a német válogatotté. És Lohovba, ami az olimpiára épített stadion, meg ilyen szállások, egy kis olimpiai falu volt, ott volt neki egy ilyen rendelője, egy elég komoly, és ott egy pár napot, ott sokat tanultam. Aha. Akkor ilyen komolyan vetted ezt. Nagyon, mindent az életbe. Igen? Persze. Danikám, én iszok, akkor én úgy iszok, hogy nem egy sört, de nincs értelme. Érte, addig iszok, amíg jó, nem érzem magam. Hát akkor kezdjünk neki valami. Kiteszek a Miskei legendás csapatról egy képet, és akkor valami Miskei... Itt áll Bényei Péter karba tett kéz, és tényleg kicsit meg van erősödve, de jó kiállású vagy, Petikén. Valami Miskei legendával. Igen. Van ízlésed, Danikám, úgy, ha voltak ilyen legendás éjszakai horgászatok, én, ha jól tudom. Mire gondolsz? Azt hallottam, hogy volt olyan, hogy meccs után éjszaka neki indultatok horgászni, ugye, mert lehet, hogy nem volt engedély, vagy nem tudom miért. Aztán nem fogtatok semmit, és a Bényei Peti azt mondta, hogy maradjatok, mert van kapásom.
És 15 perc álltatok már a bot mellett, ma mozgott a bot vége, és... Így van. És akkor ráncigált a botot, és akkor azt mondom, hogy fába, vagy nem tudom miben, vagy... Tehát, hogy be se dobtad a vízbe a cuccot. Azt mondom, mögöttem a fába a fűzfa lelógott, tudod? És akkor... De én ugyanúgy leraktam a botot, tudod, a zsinót, mindent, és akkor így járt a bot. És azt mondta, hogy nem tudom, hogy mondta, hogy ilyen kapásra, hát nem látok érte, és ott lógott fölni. Hát igen. Mesélj erről a Miskai csapatról. Egészen MB2-ig velük voltál? Igen. És a MB2-be hagytam ott őket úgy, hogy januárban eltikazoltam Kiskörösre, MB3-ba, de még visszajártam masszírozni. Azt mondom, hogy igen, mert elég sok meccsen is még ültem a padon, azt a fél évet még úgy csináltam még. De mi volt az oka, amire átmentél Kiskörösre? Egyértelmű, Gabala Ferencnek hívják. Aki ő volt akkor a vezetőedző, nagy díjred úra jött, a helyi játékosokat majdnem mindenkit padlóra tett, szórakozott velünk, hozta az embereit, közel sem ja, hogy a Miskei csapatnál volt Gabala Ferenc. Persze, persze. Közel sem volt olyan jó játékosok. Előtette a sajátjait, köztudottan ilyen kimondottan ellenszednek örvendett már akkor utána. Aha. De az évet végig csinálta, becsület, tehát azért csinálta végig az évet, mert a Discord is elkezdte üzemeltetni, ez már üzleti érdeke volt neki. Ugye a Ferusa, Molnár Ferivel mondta véleményét, nem hallgatott senkinek, de az, hogy nem maradt benne a Miske, az nagy része neki köszönhető. Aha. Mert az egy olyan állomány volt a első meccsen, 3-4 ezer nézőt Debrecennek, egy-egyet játszottunk, de úgy, hogy tök végig partiban voltunk velük, tudod. Nagyon jó mérkőzés volt. Még emlékszem, hogy a TV híradó is lent volt, hogy Miskén MB2-es csapat van, igen, és igen, beszámoltak igen, erről, igen, hogy... Igen. És akkor Kiskörös. Kiskörös. De még hívtak? Vagy mi történt ott Kiskörösen? Igen, Himmer Pista, Himmer mester, meg a Bartazoli hívtak, Simi akkor készült ki Amerikába, az ottani gyúró, és én nem tudom, hogy honnan nem jött. Eljöttem, megkerestek, beszélgetünk. Mondod, de akkor még nem volt a Stadler a csapat. Nem. A első fél évben megnyertünk NB3-ba a bajnokságot, és akkor fölkerültünk NB2-be. És akkor... 93-94-es, így NB2 keleti csoportjában. Így van. És akkor a Jóska már támogatta a sportot, de mondjuk már inkább általam. Tehát a... Na mindegy, és utána lépett be komolyan. Mi az, hogy általam? Hát úgy, hogy nagyon barátságban voltunk előtte is, és hát ugye, amikor megtudtam, hogy oda megyek, akkor még támogatta plusz pénze a csapatot. De honnan, hogy ismerted meg Stadler Józsefet? Hú, hát az egy jó kérdés. Valamikor az... nagyon-nagyon régen, mikor még ilyen üzletkötő volt, meg ilyen borokat vásárolt fő, meg ilyen, és a Söpi vendéglőben jó pár szó meg. Hát ez a Miske? Miske 80-as éve, és ott szóba jöttünk, mit tudom, és úgy. Aztán úgy tartottuk is a kapcsolatot, csak de nézem, hogy egyre jobban kinövi magát, és amikor megtudta, hogy én leszek ott, akkor még segített pluszba is. Aha. Rendes volt, és rá egy évre, amikor a Ferencváros akart elvinni főszponzornak. El akarta vinni a Stadlert. Bizonyám, Havasi Misváros jött le, és én mondtam neki, mondom, főnök, 25 millióért egy szponzor lesz. Jövőre már lehet, hogy kevés lesz a 25 millió, sebe lesz a másod, semmi. Itt 25 millióban emlékebes, saját nemű futballcsapatod van. És akkor lett a Kiskörös Stadler. És lett a Kiskörös Stadler FC. Akkor úgy kezdődött a MB2-es évünk, hogy Nyíregyházán kaptunk 3-ast. Jóska kimúlt vadászni valahol Dél-Afrikába, örüljönkött a telefonba, meg kell nyerni a bajnokságot. És úgy indult neki, akkor igazoltunk, pénz nem számított, jó na. Játékosat, és akkor így. Mesélj neveket, játékosokat. Hú, nagy forgatabban. Vasastan igazoltunk a Nagy Tomit, és Zalaegerszegen, vagy nem tudom, hogy hol volt edző legutoljára, akkor a Kecskés Attilát, Nauckin, Gubucot, Lacit, a Kincses Bélát, a Csepelből, olimpiai válogatott jobb hátvéd volt, akkor, de ugye még akkor itt volt nálam. Ki volt az edző?
Hímen István. És utána váltott a Tellinger Gyuri. Na igen, mert ez volt a csapat, nem? A Tellinger féle meg Sándor. Igen, először Tellinger Gyuri, akkor a januárban már előtte is hozta a Marta Zoli, aki a futballban olyan, hogy körülösen mint nálunk volt Miskén a kockás, Gulyájemet, Szergyukot, Linyikomot, Kuhlevszkit. Még aki... ezek a keleti nevek, a név, orosz nevek? Hát például a Kuhlevszki... De hogy miért ők jöttek erre? Miért nem? Üzleti kapcsolatban volt már akkor a Bartosz Zoli, illetve a Sadler is, a oroszokkal... Az egész kelettel, kiskörös kelettel üzletet, ezt lehet így mondani. Ezt el lehet mondani, így van. És Dinamo... Sparta Moszkvától jött a Kuhlevszki, 34 éves volt, de a ragyogó futbolista, aki azt hiszem, hogy Mód Gól király is. Linyikov az volt a legjobb játékos, kedvencem volt a Valerka. A Gulyájev az IFI, mikor a Kovács Kálmán megnyerték a IFI EB-t, akkor a Kuhlevszki meg a Szergyuk az játszottak. Nem a Kuhlevszki, hanem Gulyájev, amikor második lettek. De jó neveket, jó futbolistákat. Aztán voltak is, átigazolás. 5-öt igazolsz, 3 bejön, jó jársz. Aha. Van, aki nem szokja meg, van, aki megszokja. Akkoriban azért nem volt jellemző az, hogy mindenki mindenféle nyelven beszélt. Amikor ne. Volt egy ilyen orosz-magyar öltöző, vagy oroszul beszélő, orosz nyelven, meg egy magyar nyelven beszélő öltöző, akkor az hogy nézett ki? Hát ez úgy nézett ki, hogy az én szerencsém mondt, mert ugye a Makliszki, meg a Hleba, azon beszéltem magyarul. De miért beszéltek azok magyarul? Már régóta itt voltak? Vagy? A Makliszki, azt hiszem az édesanyja az Kárpátalja. Igen. A Szerny Józsának, nem tudom, nagymamája nevelte fő anyukája, meghalta, ott is valami, tehát ilyen magyar nyelmű helyen volt, ha már ő Dinamo Kijev nevelés volt, és még az Oleg Voin helyére beállt 17 évesen a Dinamo Kijevbe bajnoki meccsen. Tehát azért ilyen éleket tudtunk elhozni, ez nagy dolog volt. Gondolom. Persze. Egyszer volt egy ilyen megérzése egy mondat a Stadler Józsefnek, hogy Lekvárjér és Befőttél tudtam igazolni a játékosokat. Ez mit jelentett? Ez azt jelentette, hogy mondta a játékosokat igazon, nem mondok nevet, nem aki a 60-ból érkezett hozzánk, csatár, és megvette, tehát a játékosért cserébe kifizette a lejárt szavatosságú konzervnek a doboz árát. Na most hát az olyan egy-két... Várj, ezt nem értem. Tehát ha lejárt szavatosú konzervet, a konzervet magában nem fizettek ki, csak a dobozt. Ja, értem, mint alumínium. Nem tudtam, hanem is csinálni, egy elfek, mondjuk készen, lejárt szavatosság. Oké, okay, megvette a dobozt. Megvette a dobozt. Mennyi? Kifizette, hát olyan egy-két millió forintért. Utána a Kósa Pista fogta, fővitte a élvezési minisztériumban, bevizsgáltatták, meghosszabbították ennyivel. Ja, hogy rátették, hogy még jó az a élvezési minisztérium, meghosszabbították. Már csak nem hulladék, hanem étel. Így van, hanem étel, és már exportálta ki. Ukrajnába, vagy mit tudom én, hogy hova, ment ki keletre, de úgy, hogy még az áfát visszakapta, meg a szubvenciót, a 30%-os állami támogatás. Jó járt, hogy minden. Ez mennyit? Hányszoros hasznot jelent? Nem tudom, ki lehet számolni, mert mondjuk itt elment 100 forintért egy röncshús, abból visszajött 50 forint, a 20%-i áfa, 30%-i szubvenció, meg még állatta persze a pénzét. Aha, meg még hozott érte játékost. Hát a doboz árába. Hát igen. És ezek azért mondjuk, hogyha a Nicsenkot nézik, ő azért még tovább is eljutott, tehát a Fradi játékos lett belőle, és ő Bajnokok Ligájában is játszott, nem? Játszott a Vince Otto. Ja, nem. Se a Norbi, se a Nagy Norbi, mert tehát úgy mentek el, Novár Bezsibási volt a edző, hogy elvitte őket januárba, mi roskattunk, de a Fradi a Nyisenkó 6-7 góljával fél szezonban, vagy 8-a, nagyon fontos gólat rúgott, úgyhogy ilyen, tehát 0-0-nál, vagy 1-0-ra vezetett az ellenfél, és általában abból 70%-et a Nagy Norbi beadásából. Ne szaladjunk előre ennyire, hanem az NB2-ben megnyeri a bajnokságot a kiskörös Stadler, ugye? Igen, az volt a kiskörös Stadler. Itt van, 93-94-ben megnyeri a bajnokságot. Egy ilyen ünneplést, hogy szívesen belecsöppennék, és megnéznék, hogy hogyan lett megünnepelve. Na, úgy kezdődött, hogy mérkőzés előtt beállt egy ifa. Hova? Platón Sifa, oda a futballpálya mellé a stúdió, ahogy Kőrösi Anton bemész, ott van egy kis füves rész még a mellátai, oda beállt egy ifa.
Platon sifa, azon rajta múlt egy ifa sör, ez a három deszis, ami a nagykönyvű sörgyárból Stadler sörünk volt. Ja, Stadler sör volt. Annak jó volt a szavatosság ideje, rendben volt? Majd egyből gyárból hozták, és akkor azt szépen beállította, megnyertünk, és akkor boldog-boldogtalan. Kint Akaszon hatalmas buli volt, Mádén eset is egyik. Hol kint? Akaszon, mert ugye különösen volt még a mérkőzés, kint a telephelyen. Aha. Az a Stadlernek a kamionos telephelyre beszélünk. Én 10-11-ig emlékszem tovább, nem úgy, hogy sajnálom, de nem tudok tömegünk. Ha esetleg visszanéző a kábert, mert hajnal állunk, még nyilatkoztunk is. Igen? De csak jó sikerült, mert nem szólt utána senki. Akkor az valahol megvan kiskörösen, hogy akasztalan a felvétel. Biztos. És akkor még úgy volt, hogy akkor kezdődött akkor kezdték építeni a stadion, tehát az NB1 az még volt kiskörös, NB1-es meccs, vagy ezt rosszul tudom. Volt. Ugye? Mert még építették a stadiont. Igen, még hozzá kettő. A BVS-szélen és a Pécselen. Aha. És hát ugye még szeretném megemlíteni valakit, akivel örömmel dolgozni, szakosztályvezető egy, a Genszer Feri volt, Dr. Genszer Ferenc, a másik, meg azt hiszem a fiai fiatal már nem nagyon ismeri, de egy szexárdi nevezetű a Totó király. Totó király? Igen, a Molnár Tibi. Molnár Tibi. Ma Tipmix király lenne valószínűleg, mert ma Tipmix-el mindenki. Ez mit jelent, hogy Totó király? Hát a 70-es években múlt ez a nyári Totó Kuba meccsek. Ha mi szemlék. Hát olyan mondta, hogy múlt ilyen filmi kivatalos meccs volt, labdalugásban MB2-esek, inkább MB2-esek, MB3-osok játszottak, és Totó Kupa meccset, Totó Kupáj. Lehetett rá fogadni végül is. Lesz. Ezért lett izgalmas. Így van, és így van, és a személyekre, és őben megjelent, és állítólag honorálta a játékosokat, hogy mennyi meg ennyi. Hogy mennyi legyen a mérkőzés. Hogy alakul a mérkőzés. Én nem is hallottam Magyarországon, hogy ilyen megtörténne. Állítólag én is érde, amikor valaki mondta, hogy edzők jobban várták már ezt a Tibi barátomat, mint a játékvezetőket, akkor ugye elkezdtem elhinni a dolgot. Tehát tudom? Akkor azt úgy képzeljem el, hogy végülis már lefutott a bajnokság, de még voltak meccsek, és senkinek nem zavart bele a képbe. Abszolút nem. Nem zavart bele a képbe, abszolút. És akkor egy kis bundapénzt kerestek, majd én kimondom. Így a bundapénz, fekete pénz. És szállítottál az eredményt. Tehát megvan, mint ő adok 200.000 forintot, ha az ennyi csapat, amelyik sokkal esélytelen, mint a másik, otthon kikap, esélyesebb, kikap a esélytelenő. Aha, aha. 93-94-ben mik voltak a pénz? Mit keresett egy jobb hátvéd? Arra gondolok, hogy egy átlagos játékos körülbelül. 93-94-ben. Érdekes, mert a Dusoki Pista, aki mondta a pályán gondol, az keresett 40.000 forintot. Mésző Kálmán bácsi, nagyon-nagyon szerettem, külön megemlítem Jombulás Ivánnak neki. Ő minimál bérén 30.000 forintért volt szövetségi kapitány. Papíron. Annyit kapott Lackó Misi bácsinál. Tényleg? Igen, és akkor ment ki Szaúd-Arábiába, és ott nagyon-nagyon megtöntő. Plusz mellettem a diszófőbe elvittem még képcsel válogatottat, amit vagy kifizettem, majdnem. Átlagosan, tehát ilyen aláírási pénz az ilyen 150.000 forint. Annyiért ment az egyik játékos egyik csapatban, igen, a másik igen. Csapatban. Mózai 200-ért, 300, ez attól függ, hogy tudod, milyen játékos. Mózai 400-ért, aki válogatott futbolista mond. Tehát elég jó pénz volt az abban az időben. Az abban az időben jó pénz volt. Jó. És mondjuk mi volt? Havi kereset volt? Havi kereset volt, egy fix kereset, ez megegyezés szerint nettó 50, 60, 70. Aha. De mondjuk akkor mondjuk egy fizetés az egy ilyen 17.000 forint körül volt egy fizetés. Aha. Tudom, mert a szomszéd 17-18-at keresett. És én 50-60-70 ezeret tudtak levágni. Te melosztál? Te profi gyúró voltál Stadlernél? Vagy... Igen, Miskén is, meg ott is. Tehát nem melosztál mellettem, mert teljes. Ott már nem dolgoztam játék. Mennyit utaztatok? Hú, sokat. Ebből hát az egész. Hát nem utaztunk annyit futballban, mint kézilabdában. Aha, mivel te voltál kiskörösi kézilabda csapatnál is, gyúró. Az a focival párhuzamosan volt a kettő? Nem, én 96-ban eljöttem a Stadler FC-től. Ez amikor már a végét járta a Stadler? Nem, még múlt egy éve. Akkor pont az az éve, amikor az öreget elkezdték.
Mánkor elővenni. Igen, tehát tavaszon én novemberben jöttem, őt még jó, hogy eljöttem, mert őt lecsuktál áprilisba. Lehet, hogy te vagy a háttérben. Hallod, te vitted oda a kis ott voltam biztos, mert én voltam a Stadtkert BT-nek az ügyvezető igazgatója. Az mi? Nehogy valami olyat mondjál. Stadtkert BT az egy ilyen kereskedelmi cég volt, de hál' Istennek én nem írtam alá semmit, eljöttem. Mondta ki, aláírt. Utána. Aha. De hát a szellemileg fogyott. Tudod, miről? Még az idővonal kedvéért, a stadion építésről neked vannak emlékeid? Hogy mert én arra emlékszem gyerekként, hogy a Pathajtól kezdve mindenki stadiont épített, mindenki ment oda valamit csinálni a stadionban. Így van. De a legnagyobb zsuga az volt, hogy elkezdte a Jóska, stadion építés 1 millió forint volt. Mi? Annyi pénz volt a Jóskának. Ja, értem. De miért nem Kiskörösen építette? Ezt mindig felteszi az ezt azért, mivel a kiskörösi önkormányzat az adtam volna ingyen mérmentve a telket, de ha jól tudom, 20 év vagy 25 év után visszaszállt volna a tulajdonjoga önkormányzat. Ez milyen jó, nem befuttatsz a stadiont, mindent csinálsz? Fölállítasz, mérten, és utána köszönöm szépen, hozzá, gyere vissza. Hát én, és ebben nem ment bele a Jóska, akkor ott mondtál neki, ha akasztóljak, hogy így, meg úgy, meg amúgy, hát miért nem, hogy nem tudunk mit csinálni, összefogunk, mert aztán összefogott mindenki, úgyhogy pont per pillanat 1 millió, nem volt annyi pénz, hogy a területet kifizessen Jóska bácsinak, aztán jöttek szép lassan a pénze, innen, onnan, amonnan. Honnan? Hú, nem tudom, mennyi jött a orosházi üveggyártó, az ablakok csak úgy, meg. Ja, értem. Persze, nagyon sok ingyen munka, akkor a Dunaferhez, ami szállította a Bugát a célgyártáshoz, a fejében nem tudom, a betonelemek meg. Szóval ez egy ilyen... Kalákás dolog volt egy kicsit. Igen. De gondolom, voltak ebben üzletek is a háttérben, hogy előtte persze, biztos, ugyanúgy, biztos csinált valamit nekik előtte. Igen, tehát a Bugát ő tudta szállítani, ami a legfontosabb a célgyártáshoz. Aztán fél áron szállította, összehozatta a Jóska a Dunafernek, mint ahogy előtte vette a Dunafer. Te, hogy, mi, te láttad, amikor elkészült, és ott voltál a nyitón. Mi is volt? A Vidivel volt egy 0-0 a nyitó, ha jól emlékszem. Még egy kakas is beszaladt. Hogy jó. Igen, azt a Flajsz Feli engedte. Hát ki? Tudtad, hogy ki? Meg volt beszélve? Hogy nem, mond meg beszélve, de a kakas. Hát... Ja, ő is kakas volt, nem persze, a Flajsz Feli. A Flajsz Feli, az mondta beszélve, hogy Flajsz. De egy kakas. Ilyen... Egy bohém gyerek, ja. De meg voltak neki, tehát hogy benne volt az alvilági sztorikban, nem ez a kakasféle az, dolgok. Tehát nem mondanám, hogy alvilági, hanem ilyen sok, tehát abban az időben megtalálta az embert, rászállt a vámosok, meg ez, ha kellett, ha nem, ez aha. Valóban így volt. Lehet, hogy a fele is volt ilyen hibái, de vagy valami, de azt konkrétan nem aha. Lehet tudni. De azt mondom, hogy a elég keményen már a vámosokon is, de jó, tehát... Azt akartam kérdezni, hogy az akkori stadionok állapota, gondolom a Fradi biztos jó volt meg akármi, de hogy te, mint NB1-et akkor körbejártad, és volt egy új Stadler stadion. Tehát ha össze kellett volna hasonlítani az új Stadler stadiont, mennyire volt modern és korkész állapotú a többihez képest, ami az NB1-ben volt? Hát a Masasi ugye borzalmas volt, Honvédé borzalmas, Újpest szintén. Tehát a korának modern stadionja volt. Ahogyne. Hát külön medencénk volt az öltözőben, szaunáma, akkor öltözők, föl a szobák, étterem, tehát ha aki ott akart vacsorázni, az föl az étteremben vacsorázott, hát olyan csillárok érteni, ilyen 60 méter hosszú étterem. Aha. És tehát maximálisan minden meg volt. Aha. De talán annyiban volt ott a hiba, hogy tehát arra legmodern emberre készült, tehát még egy-két éve ha előnémre kellett volna gondolkodni. Aha, hogy? Akkor, hát a stadion építésbe. Tehát, hogy a futópálya menni, hogy lehet kihasználni ezeket. Ja, a, hogy mi másra lehetne még így használni. Így van, így van. Jó, de hát nem volt akkor tapasztalat, most már azért van, persze, van tapasztalat de, ebből, most már építettünk néhány stadiont Magyarországon. Ráfért. Én, te stadion építés párti vagy? Vagy megmondom őszintén, hogy lehet, hogy egy kicsit túlzás, hogy ennyi pénzt beleáldoz a stadionokba. Volt szerencsém Nottinghamben a Forest stadionban is kiülni meggyőzni a csapatnál. Egyszerűbbek. Azt hiszem, hogy te is látod, hogy sokkal egyszerűbbek a stadionok. Én nagyon-nagyon ráfért, tehát kellett. Lehet, hogy egy kicsit túlzásba vitté a dolgot. Ezt annyira konkrétan nem tudom. Kérdés, hogy van kihasználva, hogy tudják fönntartani, de
De kellett. Kell, mindenféle, az borzalmas volt. Hát az MTK-ben is, hát még a 30-as évekbeni fűtés, ugye az Újpest még fűnöm, akkor még azt hiszem, hogy még nem volt felújítva az Újpest stadionjöse. Hát a Honvédé... Tehát akkor volt miért szúrni, szúrni mások szemét egy ilyen stadion? Most ezt rosszul mondom, ezt magyarságra mondta. Igen, de nem azt szúrta a szemét. Hát mi szúrt a szemét? Mi szúrta? Azt mondta a Tóth Pista bácsi, aki a BVSZ-nek volt a szakosztály vezetője, és első évben ugye 9. helyen zártunk, és én most elkezdte hangoztatni, hogy milyen kevés költségvetésből. Második évben szintén még kevesebb költségvetése eladott játékosok, a Gyöngyi vállalmánya, szintén 9. voltunk. Aha. És azt mondta, hogy Jóska, ezt nem fogják szívesen nézni egyes emberek, mert akik már ott vannak több éve, és nem tudna ilyet produkálni, mint te, sokkal több pénzből, előbb-utóbb lesz egy két ember, aki elénytől fog ugrani. Aha, tehát te azt mondod, hogy nem a stadion építés szúrta a szemüket, hanem az, hogy alacsonyabb költségvetésből le tudta hozni a csapatot jó helyszínre. Meg NB3-ban igazoltunk. És az is jó. Hát én nézegettem, tök sok videó van fönn a Stadler meccséről, és a felét ismerem, mert helyiek, a Rumán, a Pecnyik, az akárki, hogy helyi emberek, tehát nem... A Nagyatinát leigazoltunk Orosházáról, akkor még volt ez a Mezei Dani, amit csinált, hogy mérkőzés legjobbja. Igen. Első meccsen azt hiszem, hogy ő volt a Mezei legjobbja. Aha. NB3-ból osztott. Nos, tudod, először ez jó papasán minden, de aztán az ilyen elgondolkodna, hogy nem biztos, hogy hiányzik ez nekünk. Hát igen, mert gondolom a tradicionális nagy klubok, azok nagy apparátussal dolgoztak, és az aktatologató is nagyon szép pénzeket eltett, és a Stadlernál gondolom nem volt ennyi aktatologató. Nem, én úgy nyertem a bajnokságot, hogy nem volt technikai vezető, jött a Genszer Feli, ugye ő volt a Vasasra az edzője, Ilzer Sörgyár tulajdonosa, egy nagyon jó szakember, szakmailag is, meg futballban is, és azt mondta nekem, hogy na figyelj ide, képezés közben ezt lerendezem. Itt van a szabálykönyv, egy hónap múlva kikérdezlek, és kívülről fogod fújni. Felé, hát engem és te jársz, liga értekezlete, mindent megmondom. És technikai vezetőt csinált bele. Nem. Nagyon jó volt vele dolgozni, nagyon kemény volt, de nagyon rendesen volt az akkori technikai vezető MB2-be, ugye majdnem mindenit ismertem, Penne is annyitól kezdve, na most azt sem neveket, mindenben segítettek, úgyhogy... Szinte annyi dolgot csinált, hogy már masszírozásra nem is jutott időt. Hát képezés, az igen, de jutott. Aha. Azt nem, de mondtam, hogy két csapatom volt. A masszír az olyan, mint a mondjuk a fodrász, hogy az ember elmondasz ott... Elmondasz mindent neki. Így van, az ember ott ül, és elmondanak neki mindent. Ez így van? Így. Ugye? Így. Tehát ezért vagy te központi figurája ennek a dolognak. Így van. Na most ugye ugyanígy volt az Ejzi, Isten Jugoszlája, nagyon-nagyon jó barátok voltunk. Ugyan sokáig a válogatott volt. Én mellettem voltam segédmasszőr többször, akkor nagyon jóban voltam a Molnár Pistivel, Isten Jugoszlája, az MPK-s masszőre. Mi hárman így talán nagyon-nagyon jóban voltunk, tudod? Aha. És azért beszélgettünk, mert tudtunk egy-két, meg a Tóth Kálmán nagyon-nagyon jó vagyok. Hát a Tóth Kálmán az aranyérmes olimpiai labdarúgó volt. Ja, tudnom kellene. Tehát a bányán, és a Újpesten volt a masszőre, az öreg Vinkovics után, és most már csak oktat. Egy pár éve ezelőtt a Berci, mikor Baján játszott a Újpest, akkor ugye a Alföldi Bercivel, az Otto Pincébe kimentünk, akkor jöttek ugye haverok, hát a jó sikerült buliban Pálinkás, a Pia, aki Baján méve, ugye akkor a Tóth Kálmán, hát nagyon jó érzés volt, jó haver. Azért, tudod, azért az ember, mert nem mindig van olimpiai bajnok, labdarúgó és magyar. Hát ez már sajnos kihaló nem, faj. Nem sokan vannak. Igen, igen. Ja. Hihetetlen, hogy mondjuk te gondoltad volna ezt, hogy így Miskérről a törött kezedből megismered az egész NB1-et, úgyhogy technikai vezető lesz majdnem. Olyan gyorsan jött, és úgy gyorsan halad. Gyorsan jött minden. Mondjuk azt jó döntés hoztam, hogy átmentem Kőrösre. Aha. Az nagyon jó volt, de sokat gondolkoztam. Nagyon jó döntés, és elkapott a pörgetek, ott ment. Na de hát ennek volt egy olyan is, hogy
úgy valamelyik nap belegondoltam, hogy MB, és megy a másodosztályból indulva, ott a Mottani Csaba volt az edző Miskén, és akkor azt szerettem, hogyha mindig pénteken kaja van, tudod? Uh-huh. Valamint rottyantottunk a kapu mögött, négy indult utána, vasárnap meccs után, és hát végig mulatunk az országot, nagyon sokszor, ugye többször múltunk érmesen, a Miskével nyertünk bajnokságot, aztán átkéntem Kiskörösre, ott megnyertünk MB3-at, MB2-t, szintén mulatások, a Kurtakocsban tudom ezt mesélni sokat, akkor átkerültem a kézilabdába, na ott meg ugyanúgy megint, MB2-t megnyertünk, mentünk MB1-be, ott is a mulatások. Nem volt egyszerű. Na, mi az, hogy nem volt egyszerű? Hát ezt belegondolom, hogy minden, majdnem minden vasárnap érted, vacsora, meg ivászat, meg mulatás. Hát jó, hát nem azért csináltad, mert rossz volt. Mi besodortak. Rossz társaságban keveredtél, nem? Sodortak. Nem, hát ugye összetartó például kézlabdában az én is nagyon szerettem. Nagyon érdekes dolog, hogy ott veszes mérkőzés vagy győzés után összejük mindig a csapat egy óra hosszáig nem, mert nem tenni senki. Kolics, itt kint van egy kép, a Kolics mester volt a kézilabdának az edzője Kiskörösön, aki most Kalocsán az edző. Mesélj erről a kézilabda csapatról, én nem tudok róluk sokat. Hát, hogy is mondjam nekem, Janima EHF kupát értünk el, tehát negyedik helyezett lett a csapat. És akkor külföldön? CSKA Moszkvában játszottunk, elfogytunk, a végére úgy, hogy félő mix volt, aztán kikaptunk 9-re, kimentünk kint, pedig azt hiszem, hogy 5-tel kaptunk ki. Aha. De úgy, hogy... Ja, hogy egy ilyen kanyart ment a csapat. Igen, egyet. De úgy, hogy olyan szerencsé, hogy két kanyart nem kellett menni. És a 8 közé jutásért ment a CSK-ba, és ez volt a szerencsé, hogy egyet. És mit látsz a kézilabda társadalom, meg a focista társadalom között? Mi volt a különbség? Játékosok közt semmi. 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 Még itt azért megemlítem, hogy dolgoztam lányoknál is Kiskörösön MB1-be, még Kocsisbe B-be, akkor a Obliszonitával, akik meggyőztes. De mi volt ott Kiskörösön, hogy ott akkor így megszaladta a kézilabda felé? A hagyományom a Kiskörösön a kézilabdának, a mai napig is, mindig is volt. Most a lányok gyengélkednek, de ugye az Andrássy Béla volt a klubtulajdonos, ő nála MB2 volt. Azt, hogy ennyi embert ismertél meg, attól könnyebb lett az életed. Hogy ilyen sok mindenféle. Annyival biztos, hogy főleg mostanában nagyon szeretem nosztalgiázni. Aha, azért vagy itt. És most is kimondtunk Erdélyben, valakivel ott összefutok, kicsi a világ. Én a Csekkelaci barátommal érted, aki ennyi leghílesebb, román birkózom, udvarhelyi srác beszélgetünk nagyon, pedig birkózónál nem. Mert hogy Erdélyben van nyarolod, és ott töltöd a szabad időre. De dolgoztam a kosárlabda csapatnál, Szegedi Medikémiánál. Mi volt még olyan érdekes? Tudod, mi az érdekes? Ez, hogy lehet, hogy a nemzetiséget nem fogom eltalálni. Falábú ukrán csapatorvos. Dr. Petrusan Orant. Ukrán? Igen. Tehát a keleti... A ungvári... Azt mondták, hogy róla kérdezzek. Róla vannak történeteid. Az ungvári kórháznak azt mondom, igazgató főorvosa valami ilyen volt, és 80-as éve, ugye a Szovjetunióban 4 karton Marlboróért lecsuktál 4 évre. Aha. De mi az, hogy mit csinált vele? Volt nála, az már? Volt nála. Ennyi? Ennyi. És az megviselte, kijött a börtönből, család úgy szép, mert minden. Na aztán dolgozgatott ő a Sándor mesterem mellett, a futballcsapatnál, Ungváron, és akkor mi a Pista eljött hozzánk, akkor a Jani azt nem tudta ma esélni, akkor már vállalni, hogy állandóan ott legyen edzésen, és akkor úgy hoztuk. Előttem volt egy Kecskemét, aki szintén nem tudta vállalni, hanem a Lóránt az vállalta, és akkor az úgy jót is élt, együtt kellett feküdt a csapattal. Hát a legnagyobb zsugó az volt, amikor hát ugye a jobb lába az famód, de rendes van, így kopogott. És mindig baloldalt ült mellettem, és kihagyott helyzet, és az a falábába, hát edzőcipőben voltam is, hát rá, alatt.
10 perc után már nem éreztem a lábamat, nem mondta, és ami akkor volt sérülés. És akkor kívántam, hogy nézd már a gumimaci sántit. Ezt a voltál? Tiszamosvári baja. Lerugott a falából. Ütögett a láb, és a szúsz egy kicsit a lábunk nyel. Próbáltam nem sántit, de azt mondja, ez ennyi szó, nézd már a gumimaci sántit. Hát ilyen, úgyhogy a Nólántot szerettem. Jöttek külföldre a játékosok, az orosz, az Ukrajnában, mindenhol. Szerbiában, és van az óriási legenda a Shevchenko. Az a legenda, hogy a Shevchenko itt kész, vagyis volt egy lehetőség, hogy leigazolja a Stadler a Shevchenkot. 96. februárjában itt edzőtáborozott a Dinamo Kijev, játszott a Vasasa is, mi is játszottam egy edzőmérkőzést. 1-0 alig kaptunk Kicsei Zoni, akkor játszott, oda is csúszott a Luzsninak, Zoni akkor volt 19 az öregnek, már ez egy külön történet. És akkor ugyanakkor Rebrov volt a két csatár. Aha, a Fradi edzője Rebrov. Igen, igen, igen. És Szurkis mondta a Sándor mesternek, hogy hát kölcsön adnák, hogy akkor 18 éves volt, 17 a Shevchenko, hogy kölcsön adnák. Ne, akkor igazolt Onyichenkót. Aha. Na most 5 légiósunk volt. Volt valami szabály akkor, nem volt, hogy mennyire? Hogyne, 3 játszhatott, így is 2 jut a padon. Most egy légiós helyen jön, akkor az, ha 4 van, az még jó, de 5 mások, de hogy 6, az már nagyon sok. És igen, akkor elvittük egy klubhoz, Szombaton, MB2-es klubhoz, és ott játszott a Shevchenko, az Andri, és hát ugye 16-oson belül nagyon jó, mind a Veszélyen. És még a mérkőzés, de akkor ott volt a Morozov is a támadósorban, próbajátékon, és hát Morozovot váltották, mert a Morozov a sokkal nagyobb erősebb, MB2-ben, hát ha eltörik a Shevchenkót, aztán úgy sütte, hogy a Morozov nem sokat játszott Shevchenko a világban. Szerinted, hogyha leigazolta volna Stadler a Shevchenkót, akkor is eljutott volna Milánig? Vagy itt megelégedett? Többre mintem mondan, de hát a Milán... Azt gondolod? De Milán nem, mert nincs többre, én nagyon nagy milános vagyok. Milán szurkoló vagy? Hatalmas. Akkor örültél van egy kicsit, itt van Shevchenko, és legyúrogatod a lábát. Hát ez nem biztos. Milyenek ezek az oroszok? Ezeket nem kell gyúrni, nem? Hát ezek kőből vannak. Más. Más. Tényleg? A Linyikov az már 90-es években, amit a Gerezuli is most már mondott, hogy kint Angliába tudod, jeges vízbe beütetni őket. Már 94-95-ben az oroszok már csinálták. Ja, mert nekik volt jegük, meg hidegtelük, úgyhogy ez a regenerálás. Hát, regenerálódáshoz van. Így van, az ízlet regenerálás. De tudom, nagyon sokban, mert azért mi ugye mindig okosabb, mert nagyképpé vagyunk. Nem, mi mindig jobban tudjuk, nem? Mindig így van, de volt szerencsém kimenni a Dinamo Kijevnél, hát 94-ben vagy 95-ben 14 főállású orvos dolgozott a klubnál. Aha. Hatalmas utánpótlás különböző sportoknál, mindenhol eszméletlen volt. Hát a Dinamo Kijev, de azt mondani, hogy olyan volt, hogy a Juventus-en játszott, az Zidane is csak csodálkoztak. Aha. Milyen fénybe pompa. Érdekes, hogy milyen szegénység van ott. Igen, igen, igen. És igen, akkor igen, a pálya az mégis. Vagy így a, van. Erre mondom, egy például 93-ban én voltam Munkácson, és ott játszottunk. Ott mellettem volt egy ilyen sörözőszerű, ugye valamikor a munkás és őr világhírű volt a 30-as években. És ott csak úgy ittak az emberek, mert egyszerűen nem volt pohár. Vagy vitté üveget magadna, vagy poharat. Ja, és akkor abba csapoltál? És abba csapoltál a sört. De légkod is öltöző volt. Akkor azért van miért kaparni, nem? Tehát ha mondjuk nincs mit enni az utcán, akkor azért szívesen szeretne mindenki focistálni. Azért volt mit enni, mert utána elmentünk, mert ugye többször a Kossuth étteremben, a híres Kossuth étteremben vacsorászunk volt, tehát meg az emberek, főleg, hogy bemutunk egy pár szó, egy kicsit bejebb Szajván, ott bizony, amit termeltek. Tehát akkor még nem, akkor kezdett igazán az a világ bejönni 92-be, Ukrajnában, hogy van már maszek hentes, vízbe szalámi, akkor kezdtem, mert szerencsén nagyon szegények voltak. Ha jól tudom, Miskén úgy volt, hogy ott is laktak a játékosok a... Hogyne. Aha. Nem, a bajok nem. Ugye 3-4-en voltak, ugye az egy kocsival jöttek, a Szedlasek, meg Palászok, vagy a Földi TV itt lakott Kalocsán, vagy Kalocsán, vagy Miskén. És azt mondják, hogy legendás az a ház, ahol
vagy nem tudom, ház vagy apartman, ahol... Jaj, ahol... nem, az más. Az nem ház. Hát a futballpályán a szobák, a passzolás szobák. A hát a Tóth, Robi, azt mondja, hogy is ott alakott, meg még egy jó párom. Aha. Ja. Ott történtek dolgok. Állítólag igen. Én akkor már nős voltam, és ez mi azért, hogy mondjam neked? Tehát azért a nőtlenek egy faluba, tudod, elment a Fresnóba, főleg tényleg vége van edzésnek. Ja, sötét van. Mit csinál? Nincs, ugye nem volt internet. Internet, semmi még... Facebook, megbökni valakit még a Facebookon. Még a meccseket sem nagyon láttuk érteni, futball sem volt, ugye szatellit nem nagyon volt, utána kezdett bejönni, hát mekkora dolog volt, jött volt egy parabolát, nem értették, de utána nézi már valami a meccseket. Vagy nézted a Jugó 2-n, a Jugó közvetítéssel. Jugó, az Zsuti 70-es években, a 70-es években, éves Istenem, olyan meccsek voltak, hogy valami tragédia, de úgy néztük, hallod, ilyen a Borasz, meg a Titográd, hallod, ilyen nem nincs. Igen, de viszont utána, amikor jöttek az olyan meccsek, a nemzetközi meccsek, a Jugó TV-n értel, amikor a Partizán játszott, meg a Hajduk Split, ugye Dás Drálevics, meg ez, tehát az is egy jó finomság volt, nem ment edzőtáborra, mert azt a felesége bezárt a kívülről a lakást, az nem tudod kijönni, nem mondtál. Ja, ezek a klasszikus futballista történetek. Ez az igazi Rozsics, Gudej, Iván Gudej, Zlatko, Zorán Mujovics. Egy futballista, egyszerű futballista, na egyszerű a játéka. Valamikor egy futballista, amikor megjelent, ugye hát nem ilyen diszkók voltak, tudod, megjelent egy futballista, jó öltözött volt, jó vágás, és nagyon jól tudott táncolni, mert a ütemérzény rengeteget számított. Az egy nagy dolog volt. Meg volt pénze, azért. Na, abban az időben nem számított. De ami a 80-as években az átlagemben volt, nem, abszolút nem számított a pénz. Uh-huh. Hát, mert mindenki ugyanúgy kevés volt. Nem, nagyon, az átlagos képest, például Michigan tényezve az emberek jó kerestek. Uh-huh. Ugye a házszány dolgozta érte, de meg volt a fizetése, feleségén ott dolgoztam, múlt még házszáink, megművelték a paprikát, leadták, vagy akármit, az még jött neki mellékesre, tehát akkor nem válkált az ember egymás zsebére. Aha, mert nem voltak ekkora különbségek, nem? Nem, hát. Beszélünk a játékgépes focista. Melyik? Hát volt egy ilyen, mikor még voltak ugye játékgépek, akkor hát rengeteg focista bele zongoráztam minden. A legnagyobb játékos az a Lakatos Felikem volt a Lamosz, és Stadionban játszott, ugye volt MPK, meg volt válogatott, meg Diózsőrben játszott, és elmentünk, de úgy nem érte senki a géphez. Elmentünk egyik helyre, megálltunk, viszont egy kumulát dobál a gépbe, menjünk tovább. Tovább mentünk, dobál, maradunk, súgy! Nyert. Hallod? Én csináltunk egy kört, ott aludtunk nálunk, másnap mentő edzése, 23 000 forintot kivett. Az jó pénz volt. Ő játékgépen soha nem veszett. A név nélkül mond ezt, azt el, hogy a Stadlerna is bekerültek egy idő után játékgépek a stadionba. Igen. Milyen célzatta? Volt nem egy, nem kettő, nem három, volt 4-5 olyan futballista. Zongorista. Nagyon-nagyon szeretett játszani. Nagyon-nagyon. Szerencsém nem annyira volt, pénzük sem volt hónap végére, pedig jól kerestek, érted? És a Jóska beállított 2-3 gépen, nem sokan akartak ott játszani, képzeld el. Most nem az, hogy nem mentek oda, de szégyelték. Ja, értem. De azért az egy jó ötlet mondjuk a Stadler üzleti szellemére megint, hogy ki se került a fizetés végig a stadionból, hanem... De ki került, mert nem mertek, tudod? Ja, értem. De játszottam, de... És tényleg... Tényleg ott volt olyan időszak, amikor az örömlányoknak is volt helye? Hogyne. De az kezdetektől, vagy már? Nem. Nem. Amikor fölkészült a bálész, és nem tudom, ki találta ezt ki, vagy valami, és akkor nagyon hát akkor hát voltak fent szobák, voltak. De az Stadler is nagy fogyasztó volt, nem? Persze, hát az más után fölmentünk, ugyanúgy ott volt a lányok, vagy mit tudom, a családostól. Na most hát azért volt egy, mi az alapoknál dolgoztam, és akkor 14 éveseket odaadtunk, én meg teljesen kiment a fejemből, hogy fönn működik a bár. 14 éves csapat volt, arab csapat. Igen, Al-Nasser Dubajból.
három csapattal voltunk itt Magyarországon, és a 14 éve se kerültek oda. Oltáni szirkusz volt benne. Azon nagy felvilágosítást kaptak az európai életből. Nem akartam lefeküdni. Na nem, mert megnyilvánosan volt az edző, akkor az edző főzavartán, iraki edzők voltak, főzavartán őket, aztán ők meg hajnalig ott ittak. Igen? Persze, nagy cirkusz volt, és akkor, hogy hát, mert amíg itt van a srácok, amíg ne legyenek a lányok. Aha. De hát aztán kompromisszum, hogy csak akkor volt a lánya, amikor már ez letakarodó után. Aha, aha. Szóval Józsi bácsi minden szegmensét megfogta az üzletnek, a játékgéptől kezdve a lányokig. Minden, minden az én világom. Tájföldre ószert exportált. Az mi volt? Ez nagyon jó pénz volt, mondhatod két kamionna. De, ó, nem tudom, hogy, tehát hozzám nem jut egy ilyen információ, hogy Dani, van egy kamionnyi ószered, el tudom. Hát, hogyha ő neki abban az időben már kimentek. Ja, hogy mind megkeresték, mert ő volt állandóan a standard. Így van, ő már elég jó, ugye a régi időből is jó kapcsolatban a tápot, és ő, te jó, van, ez ennyi meg ennyi, mint tudom, pólón próbált beladni, vagy kínáltak, hogy na, ez a gyárból tönkre megy, ha nem oda elfekvő készletet, mint a konzervek, miért? Aha. És neki meg volt a piac. Sorba jött, persze. Hát az orosz piac az akkora volt, amikor nem tudom, milyen volagyának hívták, egy világbajnok selgáncsozó srác, de az oroszok soha nem utaltak. A 100 000 dollárokat így diplomata társadalma így fizették. Cash. Előre fizették mindig. És kellett volna zsír, nagyon asszályos év volt Oroszországban, és kellett volna zsír, meg tojás nélküli spagetti. Írdatlan mennyiség, nem tudom hány vagon hetente. Nagy piac. Magyarországi, nem tudt se az alahús, és se annyi egy ház. Nem volt készlet itt nálunk. Nem, tehát ezt a folyamatosan nem tudtam mondani, pedig akkor közel 300 forintot adtak egy kiló zsírért az oroszok. Stadler beszélt valami nyelvet magyaron kívül? Hát a piás volt. Nagyon nehezen. És akkor hogy meg voltak emberei, akik fordított? Tolmács. Persze. Hivatalos nyelvtolmácsok voltak, főleg a szerződéskötés, ott már ugye az... Mennyire volt gáláns az öreg? Hallottam ilyen aranygyűrű... Jaj, hát első évben. Amikor nyertünk egy meccset, akkor ilyen 8-9 dekás gyűrűket dobált be a pályára, békésre, különösen, be a fűbe. És a játékosok szedték össze? Hát még, nem, hát a nézők meg ízó szaladtak, próbálták keresni. Végén Samán pont viszonyíszanak, hogy azt meg is talált egy ilyen nagy pecsét. De neki is ilyen óriás pecsét gyűrű. Azokat mindig egyet bedobott győztes meccs után. Tényleg? Persze. Ez szíretetlen. De rengeteg emberbe adott munkát. Volt olyan, aki 93-ban jött oda dolgozni, nem tudom, hogy honnan, vette egy házat 600 000 forintért, vagy hogy. Ilyen napon dolgozott a srác, pakolta a sörösre, ennek amiről, mit tudom én, és keresett 200 000 forintot. Ez jó pénz, nem? Vagy nem? Hát 93-ban, amikor 600 000 forint vett a házat, fél év alatt. Összeszedte. Össze. De nagyon sem dolgozott. Tehát nem csak, hogy gamal él volt, tehát aki dolgozott, tehát például a kamion sofőr, aki jött, ott először nem a Kft. Telefén volt egy konyha. Minden héten disznóvágás volt. Hát ugye... Minek? Jött a kamionos haza valaki véletlenül, lerakta a kamiont, bejött ebédelni. Ja, hogy meg a dolgozóknak nem... le volt vágva egy disznó pénteken. Hetente egyet leváltak, és aki ott volt, akár kamionsofőr, akár valaki, az mind, ha éhes volt, a főment érti. A beleszállsz, hogy sennyi felesége, német kislány, az volt a szakásnő. És tehát ilyen szempontból még tanult, hát ugye a legjobb vendég, akit sokat is vittem haza, Isten nyugosztalja, és a szegény Puskás Jöcsi bácsi. Ő is jár? Minden disznóvágás. Na ne, most ez komoly. Ez komoly. Az, a Puskás Jöcsi bácsi. A pecsenye, hát nagyon jobban volt a Jóskában. A pecsenye, meg a kisfülös, az volt a kedvence. Jó, de most hogy képzelem, Puskás Jöcsi bácsi elment valaki kocsival a Budapestre? Nem, a Kósa elhozta. A Kósa az ki? Hát a Jóskán a sofőr nem volt. Tehát fölküldött egy sofőrt Puskás Jöcsi. Minden napon fönn volt a sofőr majd. És akkor lejöttek a stadionhoz? Persze, lejött, aztán kétszer vagy háromszor én is vittem haza szegényt. Hát a kedden bejöttünk a Ford Fiesta-ba, kicsit nehezen csutunk be az ajtót,
És akkor mondom, lejött a Puska. Persze, hát is nagyon mondott jó valamit fociról, vagy nem is érdekelte, hogy mondjuk a Stadlernál a csehik hogyan játszanak? Vagy, tehát így kikérték a véleményét szerinted? Öcsibácsinak. Hát az öcsibácsinak közvetlen beszélgetése volt a Jóskának majdnem mindig. De ugyanígy a verebes mesterne is. Tényleg? Persze. De hát a... Miért nem hozott el egy ilyen verebest, vagy egy Puskást edzőnek? Hát a verebesi Muzsi az eljött volna, de hát bizony azt nem tudtunk megfizetni. Mágus, az, annak jó volt a, igen, jó volt a szorzója, mi? De én még mindig azt mondom, hogy ő annyira megemőzte a korát, hát mikor nyeretlen volt az MPK. 4 forduló után átvett, aztán veletlenül megnyerni a bajnokságot. Erre azt mondják a negatívak, hogy bundázott. Néztem el egy mérkőzést. Egy bizonyos magyar-brazil mérkőzést. A verebessel nézte egy magyar brazil. Hát úgyhogy itt volt a Jóskának, és együtt néz, ott volt a Sándor Mester, Telinger Mini, és 20 percig a magyar válogatott szenzációsan játszott, be volt alatt az oktatófilm. A Roberto Carlos meg a kis szikány gyerek mindig jött fő jobb oldal, tehát a balbekén kezdett rohamozni. Elpedig 10-15 perc azt mondja, most, hogy cserélnék. A verebes mondja, hogy verebes. Na úristen, ki mit? Azt mondja, nem enném azt, nem tudom, ki volt akkor a jobb oldali szélső középpás, és beraknánk egy nagyon gyors gyereket. Azt mondja, nézd maga, szikány gyerek, jön fő, ott 3 labdából meg lehet nyerni a meccset. Így átlátta a mérkőzést a mester. Aha. Tehát fantasztikus. Ő neki, hogyha abban az időben, mint most, hogy előléti edző, meg hogy van egy stábja. El tudsz képzelni, egy stábot főtön, akkor nagyon-nagyon. Tehát a ritkaság az ilyen, aki így sakkozva. Mondom egy élő példát erre, személyesen is átéltem. Pinyő Pintén Attila még a Győrben játszott mester az edző. Nálam a Patraszkó volt, a Jován, és elmentünk Győrbe. Fél 0-0, de előtte összefutott a folyosan a Pinyővel, de mondom, a pater mit mondott? Hát a szerencsém azt mondta, hogy a múlt vasárnapi csapat kezd, aztán majd mellett közben változhatunk, ha nem úgy alakul, nem is velem én ezt a standard. Ja, értem, ez volt a taktika. Ez volt az, kimentek, 0-0, hallod? Azt hittem, a Babis hús. Patraszkmester húzta, rajzolt a taktikát. Táblát, ajtót, mindent. Még bejött a Jóska is. Mester, gratulálok! Jaj, mondom, hova? Van még egy film, de mondom, hova gratulálok? A Ferebes ott megaltatta őket, mi? Nem. Ennyire foglalkozott, ennyire bízott magában a csapatába. Aha. Én, tehát nagyon hatalmas önbizott, olyan önbizalma volt, még a takarítónőnek is, hogy az a viszonyat. Ő felhozott mindent. Érted, és mondom, Mester, gratulálok! Kimentünk, hát az öreg olyan csinált, hogy Oprisán az Árdi volt a centen, a bordlábas. A Hajszál volt a bal szélső, Szabó volt a jobb szélső. Cseréjét meg egymást. Mit csinált? Jobb lába várom itt a labdát a Hajszál Gyuszi. 4-0 a vége. Szép. Mondom, ezért nem kell gratulálni. Lefőtt a kávé főző, ahogy a Csehi Pista mondaná, nem a kávé. Igen, a Pista barátom. Hát az meg az egy külön élmény a Pistával, hogy csehi család, 4 NB1-es labdarúgó, Dunapatajról. Igen, Danikám, ez... Csak én nem lettem NB1-es focista, amúgy mindenki az. Hamarán születszem, oda vettem volna a Stadlernek, az jó. Tényleg? Persze. Láttál bennem valamit, mi? Figyelj. Én vezettem volna. Volt egy olyan játékos, aki Kalocsán az IFI-be is alig-alig játszott. A Stadlern juniorba leigazoltuk, és elfogytunk a Fradi ellen. Hát annyit sem, akkor már a Norvégban játszottak. Nem volt játékosunk. Hát valakit le kell ütni. Mi a padra sem voltunk meg, képzele. Ez a srác is bekerült Kákonyi a padra, és nem emlékszem már pontosan emére, fekete gyerek. Kákonyi, Szilárd meg a Feri, ikrek voltak. Most nem tudom, melyik volt a Szilárd vagy a Feri. Én sem tudom. Na lényeg az, hogy és még egy sírműlés közben jött a másik főben, MB egy... első, azt hiszem felnőtt meccsét a Ferencváros ellen MB-be tudta játszani. Tessék. Ilyen az élet. Csehiknél tartottunk, onnan kanyarodtunk el. Igen. A 4 csehi. Hát az élmény volt velünk dolgozni, öltözőbe lenni, öltöző után mulatni, vagy edzésre lenni, az komolyan mondom, hogy csak felső. Ott, amikor az ember, az, ott volt a pályán, az, ott nem volt ilyen, hogy nem futok, meg ez fáj, mert hogy, hát valami kifordult a bokája, ekkora lila volt, mi akkor is nem engedtem még lefásnézni se.
Hát szaladtam utána a fásni, ő meg sámtintva, de mentem, mondom, gyere már, hát... Szóval egyszerűen félem, az hétfőn, kedden állandóan sírta, agyom volt a rugdosva. Hát mert mindenbe bele. Összetoldoztunk, hol épp a Bognár Zolival előbeszélgetünk, hogy... Ez a Bognár György testvéről beszélünk. Igen, igen. Hogy ugye akkor fönn még az MPK-nál, meg harmadik kellett, mi volt ezzel, azt beszélgetünk, hogy valamikor mi még dolgoztunk, tehát kéze, manuálisan értünk. Aha. De ez a mostani kollégák, ezek technikailag az amaz, ide lakom, amoda lakom, ilyen kezelés, olyan, amilyen. Hát a malacsony alól kivettem az infralámpát, hőtekertem, amit láttam, ugye, nem volt ez a mart, hát 80-as éve, elején 83-80-ben nem nagyon volt ilyen. Tehát egy mezőgazdasági infralámpáról beszélünk, és kitaláltad az infrázást. Főlaktam a dolgokosainak, volt egy nagy csomója, főlaktam, bekent a Nikoplex-e, vártunk vele, főmelegett a lámpán, és a meleg izmot masszíroztunk szét. Uh-huh. Akkor volt egy nagyon kemés, hogy a finalhoz zár be, hogy hagyjasavat tartom az azzal is. És ezt addig csináltunk, hogy vasárnapra valahogy a játékosan mindig össze tudtuk rakni, hogy tudjanak játszani. Értem. Most már nem így van. Itt egy nézői kérdés. Kérdezd meg, hogy a sérülthez a focipálya miért jobbra bent be, mikor balra volt a sérült? Én? Aha. Kérdezzem meg ezt tőled. Akkor ez csak egy... Ez csak valami némlik. Igen? Igen? Nem tudom. Ennyit ír csak. Ennyit ír csak. Nem tudom. Nem is az a lényeg. Nem ugrott, mert valami némlik, hogy de ott más volt, mert két sérült volt. Ja, értem. És nem a sajátodhoz mentél? Nem, ennyi? Ahhoz a ide fejsérülése volt. Ja, értem. Oda mentem. Azt kellett újraélesztened, ahogy zévenni. Nem kellett. A Maklinszkin kellett, azt a Maás Jani ma, mikor lenyelte a nyelvét. Aha. Békés Javán. De úgy áll, hogy mi nem beértünk, mert pont a másik oldal már állományosodott. Úristen. Yeah. Diklak, jég, csalán kombináció. Ez Bényei Péter. A mai napig. Diklak egy kenőcs, diklofenak a tartalmat. Diklakból az 5%-os, ez nagyon jó. Jegelni, masszínozni vele, csalána. És mi? Mondd el, hogy miért így, miért? Na jó, hát ez nem akármire jó, de általában izomsérülésre, vagy bokára, amikor meghúzódik a boka, a csalán az ugye vérből kint Dubajba, kórházba, ezzel még gyógyítottak még 2002-ben is. Tehát a csalán ugye egyből a sporrákon viszed be a gyulladás gátló, fájdalomcsillapító anyagot. Rámész a diklaka, ami nem engedi a vérbőség miatt begyulladni a szervezet, tehát a sérült testrész, és úgy masszírozom még mindig az óramutató járásával ellentétesen jéggel. Nem várakod borogatás, hanem masszírozom. Nagyon ilyen apró sérülésen nagyon-nagyon gyorsan én lehet vele hozni. Még mindig a jéggel lehet bármit megoldani, meg a szódával, nem? Az mink az megyeiben van a lábszódálás. Nem volt olyan játékvezető, aki homlokával gyógyított megyek kettőbe. Ilyen nem sokáig volt játékvezető. Te lehet, hogy nekem rémlik valami erre. Igen, igen, Keceni. Maradjunk, annyi a nevet nem mondok. Aha. És akkor megnyugtál, és ott olyan kitalált, hogy kézrátéptelen, meg és a homlokával, és rárakta, gondolom, játékvezető, a sírcsöngyere rárakta a homlokát, de utána nem is lesz. Ebben a fociban mindenféle ember megfordul. Ezért szép. Így van. Na most még a játékvezetőkkel, akikkel soha nem voltam kibékülve. Tényleg? Pedig én nem úgy ismertelek, hogy nem. Tényleg. Hát minden héten fegyelminél voltam MB2. Komolyan? Persze. Én mit komolyt olyan hét, hogy nem voltam fönt? Hát hogy? Mondom egy példát. 60-ban játszunk. Mártas anyag, aki NBA-ben futballozom. Az ott egy izé volt, az egy fontos meccs volt a 60, nem? A 60-nál mindig fontos meccs. Nem, ez Salgótarjánban. Ja, bocsánat, Salgótarjánban a Mártas anyag vezette a meccset. 2-0-ra vezetünk, majd hátra 20 perc. Az a meccs kezdve belelkesedni. Gyere, kinép, partjelző, behúzza, hogy les. Húj egyet. A játékos lelassít, mérgében így belelugva a labdába, elmegy a kvasszikon menet, Mártas anyja belefújt még egyet, és megadta a gólt. Azt szem. És alig mi, hát gondolhatod, mi a bajnokságért mentünk, vagy meg is jelentünk a bajnokságért, és ilyenek. Akkor volt olyan Szergyúk, ott a igazoltunk csütörtökön a Miskinbe, Kazincz Barcikán játszunk.
15-20 perc, Kleven Pisti volt a vezető ínyű mellettem. Kinép a szernyú, szenten abve, szeretett fölmenni. Jobb oldaltól a kispad előtt ki tudott menni. Meg nem mondom, hogy hívta a partjelző, fölhúzta a zászlót, les. Mondja, hogy szó sem volt les. Mondja nekem szernyú, perfect angol, hogy referee, no offside. Hát ott szerencsén, látom megint fölmenni a zászlót. A Vida vezet a nyíregyházi gyerek a meccsen. Kijön, azt mondja, azt mondtam is, hogy jobb, de nem jobb, olyan, abban a szájában az anyádat. Aha, úgyhogy nem is tudott magyarul mi? Hát csütörtökön igazoltam. És ha fönn vagyok, hétfőn az MLS-be, jött a partjelző kollega, elbújtosan, és mondom, német, mondja, Petik, én most mi van? Hát mondom, ez van. Hát csütörtökön ne igazoljuk. Egy szót nem tud magyarul, mert ha azt mondja, hogy jobb tolyú magy, azt mondja a partjelző, akkor még azt mondom, hogy igazolom, ezt megértette, de hát nem ilyenek, tudod. És játékvezető válogatott, már dolgozgattam egy kicsit, és olyan a Pulsanyi mondja nekem, hogy te, öcsém, azt nem leszünk el mind jóban, mondom, miért? Palaszkodtam tatán az edzőtáborban a kollégán, hogy mindig felugulálsz, mert így, mert úgy. Mondom, igen, Sanyi. Mondom, érdekes módon nálad a Wagnerné nem ugrálok fő, vagy a Vad Pistánál. Ők voltak a klasszik jó bírok. Meg a többi még főtudnám is sorol is van. Érdekes módon, hogy miért van az, hogy csak mindig azonnal négy ötnél kell ugrálni. Elmosolyodott. Aha, hát ő is tudta. Hát persze. Van, hogy gyengébb képességű kollégák. Van, meg is van, múlta olyanok is, akik sértődött emberek volt adani. Én is látok ilyeneket. Érted. Én szerintem nem vigyek fő a sértődöttségét a pályára, mert nem oda való. Szóval, hogy múlta ki így is volt szerintem a labdarúgónak. Hát mert mindenki, gondolom, focista akarta is lenni. Igen. Valószínűleg. Igen, nem? Igen, tehát úgy, mint aki Korbonsznok. Tehát ő se annak indult, szívsebész hát, akart lenni, csak lehet, hogy megbukott igen, néhány vizsgán. Érdekes, hogy a játékvezetői téma, mert... Én nem tudtam, hogy te ilyen ellenségeid voltak neked. Hogy nem. Ezek után nem gondoltad? Hát nagyon gyorsan megjegyzik a neved, azt tudom. Tehát, hogyha... Hát nem, tehát ezt nem tudtam elviselni. Szóval ez undorító dolog volt, érted? Elrúgja a labdát, nem hogy sárgalapot kapta, hanem ráfúj még egyet, és megadja a gólt. És akkor mi van hát a 10-10-valány perc, ugye megzavarodik az ember, mert hát ilyen országlan csalás után, hogy ne. És ha mit csinálsz, alig bírt nagy nehezen kibekelni 2-1-re. Elkezdik piszkálni a Stadlert, elkezdik piszkálni az ügyeit. Ugye 2009. a csapat? Jól emlékszem, igen. Két idényben 9. Aztán előveszik az öreg. Arról van emléket, hogy amikor neki kezdtek látni a ügyek, meg... Ó, hát az meg... már második éve. Már úgy voltunk második éve, 9. hogy akkor már bőven. Bőven volt az ügyek, az adóhatóság, a pénzek... És akkor jöttek oda emberek? Megjelentek a stadionnál? Vagy... Hogyne! Megjelentek. A politikára, hogy ne beszéljünk, ja, de... Ja nem kell név. A két politikus is majdnem állandóan ott volt. Ezt meg akartam kérdezni, csak én nem akartam azért. Tehát ilyen megjelentek. Választás előtt, igen. Akkor mindig van jelentek. És vitték a pénzt is, meg hogy Jóska, majd visszakapod a pénzt, majd vissza. Ami kerülünk hatalomra, meg így, meg úgy. Aha. Tehát ez is egy kicsit úgy. Szóval is, aki azt mondta, hogy hát ha a Vasasnál nem kapnak ki a csapat, voltak ilyen javaslatok igen, is? Ha nem kapnak ki a csapat a Vasasnál, akkor biztos, hogy visszakapnál a lóvét. Hát 0-0-t játszottam, vagy 1-1-et már elmégszem pontosan, de mindegy volt. Nem kapta vissza a lóvét. De nem gondoltam volna se, aki mondta, hogy mi 0-0-t, vagy 1-1-X-et fogunk játszani a Vasasnál. Aha. De te akkor ugye nem voltál az utolsó évben, úgy játszott végig a csapat, hogy utolsó lett a csapat, becsületben végigjátszottak, de a bajnokság közepén becsukták az öreget, nem? Vagy, tehát nem volt már ott a végén, ha jól tudom. Vagy már te se tudod, mert nem voltál. Nem tudom, már én sem voltam akkor ott, hanem a szabaduló bujját, azt viszont én rendeztem. Te rendezted? Hát én is. De az az első szabaduló. Első szabaduló, igen. Ökörösítés, minden. Akasztom. 3-4 000 ember volt. Azt a mindent. Aranycsapatnak a tagjai, az is szívesen járt a Jóskához. Sztorizni. És akkor hogy jutott eszedbe, hogy csinálj neki egy... Nem én. Ő kérte, és a Dulai elkezdte szervezni, akkor én is tudod, és akkor fogadtam a vendégeket. És akkor mi volt, hogy legyen ő kör? Mert most kijövök a börtönből, vagy ez... Igen, ez azért volt. És akkor gondolom ment futótűz, nem kellett Facebook hozzá, hanem anélkül is ment akasztón, hogy
Jön a Józsi, nem akkor buli lesz. Nem mondd, hogy mondd még, amikor semmi. Hát akkor hát hogy jött össze 3-4 ezer ember? Hát elmondom neked úgy, hogy azért televízióban hallották, hogy szabadul, ekkor szabadul, akkor szabadul, és akkor hát mindenkit a Józsi, akit ott meghívott, kész. Aki arra járt, az jöjjön be. Aha. Hát például a Szabó Bencink jöttek este 9 óra felé, ez a vívó, ez nagyon barátom, és nem mondt más, hogy gyorsan elküldtem az öcsi bácsi, egy-két embert hozzanak paprikát, paradicsomot, csináljanak lecsót. Értem? Mert az ökör elfogyott. Stadler Újpest, egyik Stadler Újpest meccs, Kovács László kapus, nem az akasztói, vagy Tabdi srác, Kovács Laci, harmadik számú kapus. Elmegy a tartalék meccset megnézni, az akasztó pályán játszották a tartalék meccset. Elmegy, ballag vissza Stadler melegítőbe, és egy újpesti ember kiugrik a sorba, egy újpest szurkoló szájon vágja. Így van, jöttek de előtte már a vécés nénit térde arcon rúgta. Egy újpest szurkoló. Vagy az a gyerek. Ugyanaz a gyerek. Nem tudjuk. Aha. A lényeg az, hogy jön a Laszkó át a régi akasztói pályára. Harmadik számú kapus a csapat. Ömlik a vér, majd van esélyem. Szurkoló. Fogtam, elindultam kifelé, voltam, hogy 30-an. Az öreg Szabó Laci a Dodar, aki játékvezető módon, még a lapáta, még söpröketett. Kikaptam a kezébe ugye a lapátot, megfogtam a gyerek, ha járt magasabb volt nálam, én odaadtam a lapátot a nyakázból, levágom a fejed. Gyere velem. Belánk cikáltam a stadionba, akkor már jött a biztonsági emberek, többieket ott néma csönd volt. Egy szót nem szólt nekem senki. Ja, hogy az újpest szurkolók is ott. Senki nem szólt nekem. Azt bementünk, és ott elkezdett kinyílni, hogy jaj, ne hívjon a rendőrt, mert van főfüggesztő. Mondom, normális vagy? Játékos megütni? Akkor mi nem is tudtunk, a vécés lényénő. Normális vagy? Milyen? Úgyhogy... Volt ilyen, igen. És akkor elbeszélgettetek az a srácok. Elkettem, nem. Mondta a Laci, hogy utána együtt sétáltak ki, visszament valahol, nem tudom, valami, jött mellett a gyerek, igen. És a gyerek bocsánatot kérte. Nem volt higgadva, persze. Megnyugtattál. Sikerült, megnyugtattam egy kicsit. Van egy olyan mérkőzés, ahol Stadler Fradi, ha Fradi X-el vagy nyer, akkor bajnok, és beszaladnak a pályára, 5 perc a vége. Nem, már akkor bajnok volt. Már akkor bajnok volt. Majdnem utolsó meccs. 20 ezeren voltak, teli volt, akkor voltak a legtöbben a stadionban. Na most Márton vezet a meccset, Márton Sanyi, nem tudom már, hogy hogy hívták. 91 perc, vagy 91. perc, 1-1, de már az utolsó, mi 90-en voltunk, Fradi már bajnok volt előtte két meccse. Hát Lücsei Petiék, meg minden, nem hiányzott már senki, mert csak már fújjon, ahhoz menjünk már, igen. Elég volt, érted? És ahogy passzolgatunk, és ez, ahogy belefújt egyet a sínban, ahogy szabályt, nem tudom miért. De már szurkolók ott álltak a kerítésen belül. Mi akkor már kezdtek jönni. Már belefújt a sínban, ez azt hitték 91-2 perc, hogy még a meccsnek. Igen. És berohantak. Szóval úgy képzeld el, hogy a játékosok, mindegy volt nekünk, hogy Stadleros vagy Fradista, alsó hatyába jöttek be. Mert letépkedték. Le. A hálót. Mind a két kapuló, a zoknikat, a futballcipőket, a sípcsont védni, mindig boldog-boldotlan. Bementünk, és akkor szóval. Mert én bocsánat, láttam videón, hogy a bíró az ott fogja a labdát, valaki akarta venni tőle a labdát, igen, még azt se adta oda, és mondta, hogy még nincs vége. Igen. Egyedül ott hisztizett. És azt mondja, hogy hát mondják, a Lipsé Peti mondta a kapitány, most hogy játszunk, mert meg kell játszani ezt a két percet, mert mi nem fújta le. Na hogy? Azt mondja, hogy hátjában, ez így láb. Na, és akkor én adtam szerelést, olyat adtam, hogy azt tudom, hogy azt sem jön már vissza, a Fradinak szerelést. Fradi Stadler szerelésbe játszott. Így van, és lejátszott azt a két pecset, és aztán ahogy vége lett, azt is elvitték. Akkor volt az, amikor megmondta ijedve a Fradi szurkolóktól a akasztói nénink, és akkor kiálltak, hogy nehogy a világos kertre, vagy rám ne, és az őtvei zsebkendőbe integettek, komolyan tudod, pétektől. Ja. Szerencsétlen, de nem utoljára az oroszok voltak ott akkor is valamit ki kellett találni. De nem volt semmi különben, hál' Isten, mert ember sem mondta meg a Fradi szurkolótábor, az nagyon-nagyon jobban volt. Akkor is Stadler szurkolótábor, az egy komoly szurkolótábor volt, részhúmos zenekarra, volt is mértőzés bajnokság végén, meg szerettem, Jóskát nagyon szerették. Aha. Lehet, hogy adott oda is egy kis zsét, nem? Nem, hát ugye a játékos. Tehát a Nyicsenkót meg a Norbin.
Meg Dragon, beszélj nekem a Dragonerről. Szerintem tök sokan nem tudják, hogy a Dragoner az a Stadlerban lett NB1-es, nem? Nem. Hanem? Sopronban, se Ernai Pali bácsinál. És akkor? De fiatalon? Igen, és ott játszott egy évet, azt hiszem, és leigazoltuk, akkor akartuk a Sebőköt. Aha. És az olimpiai válogatottnak, akkor az volt a gerince. Dragoner, meg a Sebőké. Aha. De ifjú gyerek vagy, fiatal volt. Akkor. Hát akkor 96-ban ment az olimpiára. És 95-ben igazoltuk az Attilát. Na, akkor az jó igazolás volt, hogy nem az olimpia után nem tudtátok volna leigazolni. Hát nem. Utána sem bírtunk már megtartani. A Vini, a Sebők, az visszamondta, az válaszolta az Újpestet, és az Attila az végül is ott futott be, úgymond egy kicsit jobban nálunk. Ja. Tehát ott... Ő Mosonok-Sáron ügyvezető igazgató, egyik kedvenc játékosom. Aha. Ja. De ismered akkor? Ismerem a családját, mindenkit. Nagypapáját is, Isten nyugosztalja, nagyon szeretem, nagyon rendes. Az apja Berci a Holberbe játszott, ugye nagyon szeretem, nagyon rendes család volt. Mit szólsz a mai magyar focihoz, meg ahhoz, hogy mondjuk milyen körülmények között készülhetnek akadémiákon, meg itt-ott a fiatalok? Még mindig nem elég. Nem elég? Nem. Dani, kim voltam 89-ben a Bolognánál. A Linka Jóskával. Akkor a Döbe ott játszott kint. Nem, 91-ben, bocsánat, 91-ben. 7-8 éves gyereket iskola busz vette föl, vitte be a edzőtáborba, edzés, ott volt az ebéd, pihenés, tanulás, este vitte haza. Kapu elég lerakta, és be nem ment, addig a busz nem ment be. És akkor mentünk ki a Jóskával a Döméhez. Mert miért mész te mondjuk a Détárihoz? Le kellett passzírozni Diklakkal, hát családnal be kellett kenni a lábát? Nem. Ő játszott akkor kint. Hát a barátom az szomszéd, hát mondjuk a faluban Baricsjelában lakik, de a Dömével amúgy is jó viszonyban voltam, meg a Linka Gabi, a Jósán, a fiatal. A Détári tényleg iszik? Hát mindenki iszik. Kézzen, ha nem, mint már szomja halt volna. Viccelek. Szóval ott vagytok Olaszba? Nem hiszem jobban, mint az átlagember. Néha főfúját, néha nem, de valami annyi, hogy átlagember nem. Átlag magyar. Na, van a nemzete, ahol sokkal jobban isznak, mint nálunk, úgyhogy nem vagyunk ám mi az én végot érmesek. Ez még dolgozik. Még dolgozik. Össze kéne kapni magunkat. És kérlek szépen menjünk a Jóskába, és jön egy ilyen 8-9 éves kisfiú a szertár, tudom, hogy honnan mentem, nem tudom, mit hozott. Hát azt mondom, átmegy rajtam. Félálltam, én is, meg a Jóska is, Döme is. Pre, hát mondom, legalább köszönjön, csókolom, ha nem, hát a kort, vagy valamit, hát mégis. Azt mondta, ez, hát ez már Bolognán a játékosa. Ez már úgy jön, érted, hogy ő nem. De már elhittem. 8-9 évesen. Aha. És olyan pálya, hogy nem tudom hány méteres hányszor, 2,5-3 méter magas, és nincs ki a labda. És 3-3 ellen. Ja, megszakadsz, mert folyamatosan játékban van a labda. Tehát az akadémia az jó, de amit az Ausztria mind csinált, az igen. Ők már hamarabb elkezdték, most már nagyon, az akadémia nagyon híves, azt mondom, válogatottban ma 6 vagy 7 játékosuk már. Kimintő egy kapus gyereket. A Bigonyám a Gyurik barátommal, és megfelelt mindenbe. De fizikálisan el volt maradva. Egy év múlva szedje össze magát, bárják. Külön atlét edző, Adamik Feli Keskenyétel foglalkozott vele, kiment, már másban volt lemaradva. Aha. Hiszen már, tehát, ami nem lehet bepótolni, tudod? Mert addigra jön valami megint más. Tehát nagyon-nagyon nehéz. És ami a legnagyobb gond, amit a Mezeny Gyuri bácsi mindig mondott, ez az iskola bajnokságot, ami a kosárlabdában megvan Amerikában. Most gondolj bele, itt van Miske Szakmár Homom, én akár mit mondok. Honnan szerzett tizenvalahány gyereket? Nem szerzem, mert nincs gyerek. Nincs. Hát valamikor Dusson nincs erdülőmód. Egyet alig bírnak kiállítani. Igen. Na, de ezt meg lehetne oldani ezt a futballba úgy, hogy iskola bajnokság, és iskolán belül heti 2-3 meccset játszon. Vagy csak az lehet igazod focista, aki csinál egy gyereket. Nem, aki egy futball, fiú, na mindegy, női futball is jön föl. Nagyon jó a női foci, láttad most a VB-t? Én nézem. És jól néznek ki a csajok?
Azt nem nézem, mert ilyet nem lehet. Jó, élőben hát vagy időben nézett. Nem az én élőben, hát kézilabdában is, ha csak véletlenül egy ilyen képtétlenül valamit csináltam volna, hogy valami. Jó, hát persze, ezt érthető. Jó, hát nézők vagyunk, érted. Ja, igen, már mi látom, én mindig pályaszínén indulok. Igen? Ja. Igen? Elméletben sokat. Sokat? Ja. Úgyhogy, hát valikám, azért, tehát azért mondom, hogy tehát, jók leszünk, de ahhoz, hogy mi újra ott legyünk a világ élvonalában, labdalunk, például kézilabdában, rendben mentem, hogy 98-ban, reggel fél hétkor, a másodikos, harmadikos kislányok egyéni képzésre mentem be a csarnokba. És utána mentek be az iskolába, majd végután vagy este még volt még érzés. Ez még mindig őrült nagy pénz kell a futballba. Tehát, mert ugye jó, egy csarnokot az város fönntartja, mondjuk kézilabda sem volt jó. Hát nem, hát. De kevesebben játszák, kevesebb utánpótlás csapat, kevesebb szakmai stáb. Jó, hát a foci a világ legnépszerű sportja, és ott a világon mindenki jó akar lenni benne. Na most ahhoz, hogy te a világ legjobb autója legyen a tiéd, az a pénz kell. Mindenképp. Fejlesztő, mérnök, legjobb így tervező, van, legjobb, így van, legjobb cucc. Tehát ahhoz, hogy mi csak szeretném, mert okoskodunk, meg így van úgy, mert tudom, mikor kimentem, kimoltunk Ukrajnába, és láttam, hogy milyen körülmények között dolgoznak a játékosok. Mi a helyzet ezzel a sokat hangoztatott magyar mentalitással, hogy azt mondják, hogy ez kevés, vagy egy szervhez hasonlítjuk? Tudom, én a mentalitás is. Hogy mondjam neked? Nagyon sok szerv játékosan volt dolgom. Futballban, kézilabdában is. De az, amikor ide kellett jönni, mondjuk szláv, nem beszéljünk szerbről. Ide kellett jönni, meg kell mutatni, hogy kicsoda, meg kapjó szerződés, addig hallom, ment, szakított tépet. Megmelegedett? Na, ez nem profi, minden kifogása volt. Aha. De akkor, amikor együtt van egy csapatban magában a szláv, de főleg a szerbek, ugye, akik többször bizonyítanak, hogy ment helyzetből, mert tudják, így van. Nézd, egyszerű, élő példa, mondom egy példát, magyar mentalitás. Dárdai Pali volt a szövetségi kapitány, milyen mentalitásunk volt? Ez igaz. Ez igaz. Hiteles volt a Dárdai, mondott. Így van. Ugyanilyen volt a Linka Jóska Miskén. Azt mondják, hogy ti nagy páros voltatok, Bényei Linka. Az. Erről akkor erről nagyon mesél. Szerettem az öreget. Kemény volt az öreg. Ő is például őt otthon nézte az amerikai focit, és látta, hogy ahogy viszi a labdát, a játékos, hogy emeli a lábát. És azt gyakoroltatta. Mondjuk nem kellett vinni a labdát, mert hogyha hosszú út lépsz, könnyen ellökne. De ha magas térdre futsz, aprózod, nem tudna úgy ellökni. De a játékos is nagyon-nagyon szeretik. Kemény volt, csúnya szája volt, de 90%-ban mindig az öreg nem volt igaza. Ez a traktornyom és a játékos, na, nincs meg? Nincs meg az a sztori, hogy téli alapozás, és nem mondjuk a nevét, melyik kalocsai játékos. Igen, hova az öcsém mész, ott hajsz felé, arra vezeted a lambát. Hát a hajnunáláson tudod, mit nyilatkozott az öreg? Ott játszottunk, vagy nem. Akkor már kecskemétem után edző. Nagyon rossz pálya volt a hajnunáláson, és lenyilatkozta, hogy jó ez az eredmény, mivel olyan pályán értünk el, ahol tehén bokagumi van meccs legelni. Igen, de nem mond neki jó semmi, tűzbe tartott, csütörtökön félek, mint a játékos, gyakoroltatott valamit. A cserénk már csütörtökön tudták, hogy ki a csere. De mikor belakta, általában a csere megnyert a meccset. Uh-huh. Úgy főt tudta hozni. Gyere ide, fiam, majd most bemész, de azért hozom, mert te sokkal jobb vagy, mellettem kellett volna döntem. Miért is Bács megyének majd NB1-es csapata? Megint, nem most volt kettő. Ja, hogy az elég. Hát mert nem. Ugye a Stadler volt az első. Igen, másik a Tisza Kincske. Igen. És én ott voltam a Stadlernál is, meg a Kiskörös Konfut KC főjutott, akkor is én voltam hozzá. De várjál most... A kéziről beszélsz, nem? Kéziről. De én a focira gondoltam, hogy ugye volt a Kecskem, a Stadler volt az első NB1-es csapat igen. Bács megyébe, igen. Aztán volt a Kecskemét, igen. Most... De ugyanez volt kézilabdában is. Na. Akkor a Kiskörös volt az első NB1-es. De ez a legnagyobb megye igen. Magyarországon, igen. És azért pénzből sincs hiány szerintem. Ha több... Nem tudom, erre... Tehát, hogy ott, akkor ott a fönti
Keleti Diós Győrök, meg Kazincz Bancika, meg Nyíregyházák. Tudod, hogy szerepel Nyíregyházán, nem emlékszem. De azok őrültek, megőrülnek a focin Diós Győrök. A Tirpák az meghímott a legnevesebb emberek. Nagyon-nagyon szeretem, ami van neki. Nem plancol, megkínál szalonnál, ami, gyere, szívesen vendégül át. De becsületesen meg a szemembe néz. Semmi hátsó szándéka. Nagyon szerettem őket. Én nagyon szerettem Nyíregyházán is. Na most nálunk, én nem tudom, itt a környéken, nem tudom, eleinte ültem ennek a Mercedes-en, de hát nem tudom, Kecskeméten is van, miért nincs M4-es csapat, meg úgy látom, ott, nem tudom, ez az akadémia, Török Laci, ha már ott dolgozott, azt hiszem, már nem dolgozik ott, de hogy az is időke. Tehát 3 év az akadémiából nem tudsz megélni. Mennyi kell? Nem tudom. Milyen, hogy van előkészítve a gyerek? Mert az akadémia az már, tehát addig már fejleszteni kell. Tehát úgy, ahogy a kosárlabda, a kézlabda, a jégkorongban már gyerekek, mi egyéni képzés, vagy például ilyen, hogy nőtt a gyerek 10 centit a jégkorongosoknál, nem engedték korcsolyázni, irány a konditerem. És hogy tudod, hogy megnőtt, megnyúlt a ízületi hézak, szalagú egyöngőnek. Na most, ha akkor elkezdett terhelni korcsolyába, szétmenne a térdei korcsolyázni, míg meg nem erősödött utóna, ilyen dolgok nagyon-nagyon kellenének. Nagyon-nagyon kellenének a magyar labdarúgásban olyanok, akik tehát olyan játékosokat oda minni a serdülőkhöz, akikre főnéznek. Ez lehet. Meg kell fizetni a járogatott játékost. Érted? Aki valamikor Isten mondta, hogy valami, érted? Azokkal a gyerekek szántani, az, amit tisztelt, szántani lehet velük. Úgy, hogy szaladgál utána autókra, ami most képzelem, utána az mondta az edzője. Most én nem azt mondom, hogy csak íze az legyen, de ilyen nagyon kemenek. Vízilabdában megnézhetjük, aki vízilabdás volt, visszakerül edzőnek. Hát persze, és az olimpiai bajnok is volt, lehet, hogy vele egy párat nyertünk vele. Szóval azért én úgy vagyok vele, hogy például én ha csak lehetne a dömét, biztos, hogy visszaadnám utánpótlásra valamilyen szinten. Hát a sajtó szétszette ez az ívás dolgot. Nem? Túlzott. Na most, ha nem mondod nekem valamit. Segint masszínűr voltam, a U-válogatottal játszottunk az osztrál, nem, amatőr válogatott a Lindholm-ot edző, Győrbe. 91-ben azt hiszem. És Mészfő Kálmán volt akkor a kapitány, azt mondta a Juhász Géz, az újságíról beszélgető, azt mondja, te gyerek, ilyet még nem láttam. Azt mondja, tegnap voltam Tatán, néztem Kálmán, hogy gyakoroltat, ez meg az, most jövök a Győrbe, a stadionban ott edzettek a ének, Jackie Charlton, a zsiráfot ült a labdán, oda mentem hozzá, interjú, szívesen, a kollégáim, a Mészői Kálmán, az most csináltatja a gyakorlatot, meghúzta a vállát. Így van, hogy hát azt mondja, nézd, ez már azt csinál, amit akarnak, mert mit mondja nekik? Ja, értem. Jó, másnap mérkőzés előtt, ugye én mi segít, azt mondja, bezárom az öltözőt, megyek ki a kiállóhoz, még megmondta a régi pult a lábajtónál, pleszenáltam, hogy csinált. Onnan ment az öreg, dupla viszkit, mérkőzés előtt, így bebörgött, az kiült a padra. Angolokkal játszottunk, liga válogatott a 80 valamennyibe. Miskén. Fél időbe, sört itt a fél időbe. Hogy? Ezt nem hiszem el. Ott találtuk a sörös dobozokat. Ilyen gyönge söröket. Biztos valami. Lazításként dobták be magukat. Nem. Vagy már letolták. Ilyen most hőség. Megint nehogy már azt mondom, hogy ilyen kis ösösört megiszi az ember ki. Már nem mondom egy példát. Ezt még elmondom. Jó. 80-as években Felus volt a Molnár Feli volt az edző. Isten nyugosztanja szegényt. És mentünk a Miskén Temelinbe. Ugye akkor adtuk el a Pixit, meg a Tasrádi Józsit, utána Temelinbe kifocizni, akkor kérték kölcsön, és ő játszott a kint Csőgmisi, szervezve, ezzel kimerték. Micsoda? Ki ez a Pixitől? Tóth Sándor Pixi Miskéről. Így van, meg a Tasrádi Józsi, még a Csőgmisi is, és a szervezve, ezzel kimerték a kupából, Tasrádi 3 fizit megfogott. Tényleg. Ezt komolyan mondom. És képzeld, hogy megyünk ki,
jó hosszú időt vártunk, a határon kiérünk, Temelinbe, nem hiányzott már a meccs. És sok időt eltöltöttünk a határon, éhesen voltam, nagyon tudom, leültünk, bekajáztak. De őrült, meleg volt, és 3-4 óra felé kezdődött a meccs, hogy minél hamarabb haza tudjunk érni. Hát mindjárt bementünk a hűvös öltözőbe, befektetek, hát ezzel nem bírtam megmozdulni, Dani. Elkezdődött a bemelegítés, alig mozottak. De akkor már kezdődött ez a 92-ben, hogy a magyarok kívült, az rászlá, a magyar zászlón, mert énekelt, nagyon meglepődtünk, tudod? Uh-huh. És 00:30. Menjünk fel, és elkezdi mondani, így, meg úgy, meg amúgy, kimennek, és a lelátó alatt volt egy büfé. Literes gettó édes kulacsom volt, 6-os, ha mondom, esélyem, 3 deszi bortban, de 7, de jó savanyú bort, meg 7 deszi szódát hideget megtöltöttem. És akkor volt egy szöglet, elmentem a hátra, azt mondja, Jeszka, Jeszenovics véd, a Jeszka, jött a Golcsfény Gyula, Isten nyugodtan még él, jött a Gyula, gyere, jó hideg, mepa. De mondom, ne lepődjön, mert hosszú lépés. Az ide. Így. Megbüfögött, jött a horror, mindegyik, tudod? És akkor egy kicsit nézett, de úgy, hogy 4-0 a vége. Tessék. Vacsora. Cigányzenek, vagy minden, és mondja a Ferus, a Miskolci Jancsi volt az elnök, hogy látod, János, nem kellett túlni mindjárt őket. Az én pedagógiai érzékem, nézd meg félidőbe, hogy helyre adtam, mert mond neki Ferus. De hát megmondom őszintén, nem sokára mentél volna, hogyha nem vannak a kulacsokba, jó hideg hosszú lépést. Nem akart volna elhinni. Ferenc legenda. Nem akart elhinni. Peti, még folytathatnánk reggelig. Másfél órára beszélgetünk. Mindent érintettünk, amire én gondoltam. Majd, ami eszedbe jutott. Vagy ami eszedbe jutott. Majd legközelebb eszedbe jutott. Vagy esetleg van még, amire szeretnél beszélni. Na most nem, majd. Jó. És van még egy pár. Egy ilyen záró kérdésem lenne, hogy nem tudom, miért nem vagy te a sport közelébe. Ha jó, vagy sport közelébe vagy? Nem. Ugye akkor? Nem. Jól tudom. Miért nem vagy? És hogyha lehetné, akkor milyen pozícióba képzelnéd magad? Azért nem, hogy mert 2000-ben elrobbantam. Volt egy infarktusom is. És a 2002-ben még úgy akkor kiszálltam a futballból. Teljesen. Tehát a sportból, szakmából, és akkor 2007-ben összeszedtem egy aorta aneurizmát, úgyhogy a ütőlem az 4 centi átmérőjű, 8,5 centi hosszan, tehát nem dolgozhatok vele fizikálisan, és ha dolgoznák... Ha masszőr, szerepet kapnál a sport, mondjuk a foci körben... Csak masszőrként, csak utánpótlás. Tényleg? Én azt hittem, hogy valami tanácsadó, igazgató, akármi lenne. Nem az én világom, Dani. Igen? Akkora annyi embert ismersz, meg akkora nem baj, az megmaradnak, az, amely iszunk egyet, de a gyerekeket, hogy ilyen apró dolgokra tudod, hogy erősítse meg a bokaszallagot, és tudod, mennyit számít az? Rengeteget. Mert a későbbiek folyán elkísérni. A fiam, amikor a Gárdonyban jártam oda fő hozzá, és a Siska Attila volt edzője, nagyon-nagyon jó barátom, és mondja, hogy mit csináljon, mi, ez van, tudod, a derek, aki megy, néhány izmot hogy kell erősíteni, hogy nehogy sérülve legyen, ha nő a gyerek, hogy kell a térszalagot erősíteni, mert akkor egy életen összetörhet. Tehát a gyerek az csodákat lehet csinálni. Képzeld, egyszer elmentem, valami rájátszás volt neki, és mondja Attila, hogy gyere már, kézlabda, nem voltam, Pécsre döntőbe, 2 napos volt, hogy nem tudom mennyi, elmentem, és Pécsi bőrgyánál. Ugye edzések, ugye mondtam, hogy engedjék meg a vizet, kicsit lepaskolom őket, hát gondoltam, mekkora élmény ez, hogy 14, 15, 13, 14 serdülőbe. És akkor beültettük a medencébe, ültettek, és akkor majd szóljatok. Kimentünk beszélgetni, pár hamer Pécsnő, ott jöttek, beszélgetünk, ott felejtettük a gyerekeket. Fél óra múlva megyek, hát nem, mondom, úristen, eldumálta az, na mondom, gyertek gyorsan. Már nagyon súlta, és olyan szó, és úgy ült, és nem szálltak ki, mert én azt mondtam, hogy majd szólok, hogy mikor jöjjön neki. Ha ennyi, ekkora tekintélyed van, Peti. Nem, de látod, és az a gyerek az meghálálja. A leghálásabb. Én is meghálálom, hogy eljöttél. Megbeszéljünk. Intézzel sofőrt, megbeszéljük. Jó,
Petike. Nem bírok el már úgy inni, mint... Az mint nagyon jó, mert én se. Képzeld el, ezért pár éve Erdélyben, hát én után egykor meghozom, itt van egy lába sörtön a komámhoz, 5 órakor mentünk cserélni. Ha, most már nem. Most már? Nem megy. Nem megy? Dani, köszönöm, hogy itt lehettem. Én köszönöm, hogy eljöttél. Na, tényleg, tényleg. Meg az utókornak megörökítettek. Mi nem is szoniszunk játékosokról. Na majd legközelebb. Jó, még egyet, ezt meg akartam kérdezni, jó, hogy azt mondja, hogy melyik volt a legjobb a kezeid között? Ki az, aki a legjobb játékos volt, és te masszíroztad? Hát nők mi a Kocsis Böve. Kocsis Erzsébet, világválogatott. Igen, világválogatott, így van. Világválogatott edzőként a Marga Pista, akivel nagyon szeretem még egy... Bocsánat. Marga István, aki nem tudna időn túlni heteseket, ja, ahogy dobáltam. Ja, ja, ja. Azzal is tudtam még együtt dolgozni. Uh-huh. Azt nagyon szerettem, tehát akivel Pistával nagyon... Kolicsenit is nagyon szerettem, nem mond mindenkivel. Focisten. De magában, mint játékos, hát azt hiszem a Linyikov. Linyikov? A Valerka. Nem tudhatod, mert beállós játszott. Ja, értem. De Pénzsen játszottunk, amikor még a Robert Varzsi, a Eszenyi, meg Niederbacher, az osztrák-lengyel válogatott a tele. 90. perc, 1-0 vezetünk. Eszenyi beadja a szögletet, érkeznek, pattog a labda, áll a Manerka, 5 és felesen, így rálép a labdára. A mi kapunknál. 91. perc, és jön a Varzsia, elhúzta. Innen jött a Dimó vissza, a Eszenyi, előre rakta. És lefújta a meccsen, én befordultam le a kis padról. Szívrohamot kapta. 34 évesen hazaigazolt, mert ők rekedszült a feleségeit különösen, 3 család, és nem nagyon tudtál, mert 34 éves volt, múlt még benne pár év. Az orosz válogatottban az ment kispályázni, és 39 éves koráig még ott játszott. Az igen. Majd én jobban megnézem akkor ezt az embert magamnak. Valerkát, igen. Petikem, köszönöm szépen. Danikám, én köszönöm. Köszönöm, hogy néztétek, gyerekek. Hokedli stúdió, Bényei Péter, Dél-Magyarország, vagy hogy? Dél-Magyarország, a Vajdaság és Kárpát-medence egyes részeinek. Egyes részeinek, nem az egésznek. Nem az egésznek. Legjobb sportmasszőre. De már nem vállalunk. Masszőr, de holnap már nem szőr. Egy. Számasztok. Csáó.